Na, szevasztok, gyerekek! Mostanában keveset voltam kamera előtt. Első körben szeretnék arról beszélni, hogy miért volt az, hogy mostanában nem is tudom mennyi, de viszonylag kevés videó volt mindkettő csatornán. Először is elkaptam ilyen gyengébb, ilyen kis kiütéses valamit, ami fogalmam sincs, hogy mi most szedek ilyen gyógyszert, nem is gyógyszert, ilyen pezsgő tablettát rá, és most már tűnnek el, de először gyengébb volt, aztán egyre több volt, és aludni nem tudtam gyakorlatilag, úgy viszketett, mint az állat. Úgyhogy, hát nem tudom, én évente egyszer vagyok beteg, most sem igazán beteg voltam, szerintem valamire allergiás voltam, és úgy nem volt videó, mert az arcomon is sok volt, sőt, valamelyikben talán látszik is, hogy az arcomon is sok volt, meg tényleg az egész testemen olyan kellemetlenül éreztem magam, mert viszketett, most már egyébként nem viszket. Aztán életemben nem volt herpeszem, lett egy, kettő, úgyhogy ezek most már csak sebek, de az is volt. És hogyha ez így nem elég, akkor ezek után, illetve közben volt egy ilyen olyan szakaszom, ami szerintem még egy picit most is tart, hogy fáradt vagyok. A semmitől gyakorlatilag, mert most szakadjunk el a videózástól, mindenkinek a magánéletében vannak problémái, problémák, amiket megoldani, vagy meg kell oldani, nekem is természetesen vannak és voltak is ilyenek. Mostanában kicsit több volt, és úgy érzem, hogy picit szerintem ebbe is úgy belefáradtam. Nem azt mondom, hogy így, jaj, most leszarom, és akkor nem csinálok semmit, nem, ezeket folyamatosan oldom meg, és egyre kevesebb van, de úgy az ember belefárad, amikor több problémája van, nem látja a végét az egésznek, és úgy eltunyul. Legalábbis én. Biztos mindenkinek az életében van egy olyan korszak, hogy úgy lehet egy-két hét, több hónap, nem tudom, hogy úgy egyszerűen full üresnek érzi magát. Tehát így szemléli így a világot, és ilyen totál ilyen kívülről nézi. Velem is ez volt, és ugye mondják azt, hogy kell minőségi pihenés. Na most nekem ilyen soha nem volt. És elképzelhető, hogy nem is lesz, nem vagyok ilyen típus egyébként. Én hogyha pihenek, például a tegnapi napom is, olyan volt, hogy le kellett volna oda feküdnöm, és hogyha tényleg fáradt vagyok, meg érzem, hogy agyban sem vagyok sehol, le kellett volna oda feküdnöm, és a tévén vagy gépről nézni valamit. Egyébként néztem, csak itt ültem, és közben gondolkodtam, hogy ú, basszus, ezt is meg kéne csinálni, azt is meg kéne csinálni, és egyszerűen pont azt kellett volna csinálnom, hogy tényleg egész nap pihenek, hogy ma újult erővel tudjam csinálni a dolgokat, de ez nem így történt. És mivel nem így történt, ezért a mai napra is áthoztam ezt a fost. És ez egy nagy probléma. Mert egyszerűen nem tudom, én mindig pörögtem, mindig nyomtam a dolgokat, és amikor meg azt kéne, hogy jóban pihenjé, hát nem. Tehát még egy allergia, a semmi nem tud engem levenni a lábamról, és elfektetni oda az ágyba. Nem tudom már, mit akartam ebből kihozni. Az a lényeg, hogy mostában ezért van kevesebb videó, és hát dolgozok azon, hogy ne így legyen. Nem tudom, mi volt ez a hang. Nem beképzeltség meg semmi, csak azért mit tudom én, azt látjátok, hogy Magyarországon, mit tudom én, feliratkozók számát tekintve, ott vagyok az első 10-ben, ugye, sőt azt hiszem 7. vagyok, vagy 8., nem is tudom pontosan, és rengetegszer belegondolok abba, hogy valamilyen szinten abba belefáradtam, hogy naponta foglalkozzak azzal, hogy 80-an, 90-en azt írják, hogy eladtad magad, a másiknak meg tényleg mindenbe beleköt, abba, hogy szétállnak a fogaid, abba beleköt, hogy mit tudom én, miért van itt a háttérben egy... Érted? Tehát, hogy folyamatosan baszogatnak. Na. Ezzel nincsen probléma, nem veszem fel, csak amikor már ki vagy egy kicsit merülve, akkor jobban hat rád. És most nem arról beszélek, félre ne értsétek, hogy én szeretném fejezni bármilyen szinten is a videózást, dehogy is, úristen. Én ezt csinálni fogom, sőt ebben az évben sokkal nagyobb tervek vannak, mint előző évben. Nincs ezzel semmiféle probléma, csinálni fogom, de ami fontos,
És azt akartam az egészből kihozni, hogy most már a YouTube-on természetesen nem olyan szinten lépek előre, mint régebben, mint 2016 elején. Azért, mert már úgymond a jelenleg elérhető, mint a feliratkozó csúcsot már közelítem, és ugye itt már lassabban megy a feliratkozás, tehát mit tudom én, naponta 300 feliratkozó, mint a egy éve meg volt napi 1000. Értem én, hogy tehát nem akarok én több milliót, meg mit tudom én, nem erről beszélek, csak hogy érzem azt, hogy ebbe már nem az, hogy nem sok van, hanem ez már nem fog olyan nagyon durván pörögni, mint egy éve. És ez így természetes. De szeretnék egy teljesen független dologba belevágni. Hogy miben az még titok? Egy teljesen új projektbe szeretnék belevágni, ami azt fogja nálam eredményezni, hogy nem lesz az a fajta monoton hétköznap nekem mindig, mint például mostanában, hogy itt ülök és bekattanok. Nem lesz. Hanem ez egy hosszú távú projekt egyébként, és még most nem is tudom elkezdeni, de az a lényeg, hogy el fogom kezdeni, és addig is rengeteg információt gyűjtök a dologról, minden. Tehát én megint azt szeretném, hogy úgy megfogom magam, idézőjelben jó kibaszott magammal, mert a mély vízbe dobom magam. Hányszor mondtam azt, hogy magam? Hogy ez nektek mély rossz? Ez nektek nem rossz, akik szeretnek engem nézni, ugyanis az, hogy nem lesz monoton a minden egyes hétköznap, amúgy sincs arról rossz, hogy mindig itt ülök és ennyi van, de hogy nem csak videózásból fognak állni a napjaim, nem csak abból fog állni a napom, hogy azon gondolkodjak, milyen videókat csináljak, hanem egy teljesen más témakör is lesz a fejembe minden nap. Az elősegíti azt nálam, hogy sokkal elhivatottabban tudjak videózni. Azért, mert megújulok, tehát hogy lehet, hogy két napig nem fogok a videózással foglalkozni, de viszont akkor harmadik napon nagyon brutál módon, tök kreatív esetekben tök sikeres sorozatokat, videókat tudok majd előállítani. Illetve, ami még fontos, hogy ezek mellett ugye most összeültünk a Moneymaker Records-szal egy ilyen megbeszélésre, és sokkal jobban átbeszéltük azt, hogy milyen lépéseket kéne afelé tenni, hogy jöjjenek ki új zenéim. Ugye rengetegen kéritek, de tényleg gyerekek, szinte minden videó alatt van egy-egy olyan komment, hogy mikor lesz új zene, vagy ilyesmi. Azt biztosan állíthatom, hogy ebben az évben már több videóklippel megjelenő zeném lesz, mint előző évben. Mert előző évben egy sem jelent meg. Hú, de vicces vagyok, azért humorzsérke még megvan. Szóval, a lényeg az, hogy gyerekek, ebből ti nem sok mindent fogtok észrevenni, hogy én kevesebbet videózok, mert lehet, hogy egy nap le tudok majd forgatni 3-4 videót, csak ezek mellett egy másik nap, meg sokkal jobban feltölt egy másféle dolog. Olyan fura így beszélni róla, hogy még nem szeretném elmondani, de gyerekek, úgy látszik, hogy én tényleg szerelmes lettem egyfajta szakmába, és remélem, hogy ti is nagyon örültök neki, hogy most már lassan 20 éves leszek, és tudom, hogy 17 évesen, 14 évesen, 13 évesen még nagyon nehéz eldönteni azt, hogy te mivel szeretnél foglalkozni majd, amikor felnőtt leszel, de én úgy érzem, tényleg, úgy érzem, aludtam is rá, meg már régóta bennem van, hogy ez a fajta témakör amúgy is érdekel. Tehát tényleg úgy érzem, hogy megtaláltam azt, amivel én foglalkozni szeretnék, és nyilvánvalóan nem kell félreérteni, a videózással is szeretnék foglalkozni, csak nézzünk ezen túl. Illetve ezek mellett ez az energia nélküli lét nekem nem jó, úgyhogy újra fogok menni edzeni. Ja, és ami fontos, hogy naponta 3-szor fogok enni, mert az mostanában ilyen napi 1, illetve 1,5 szokott lenni. Úgyhogy ennyi, gyerekek, értsetek meg engem, remélem, hogy örültök, hogy itt is változások lesznek, de ettől függetlenül nem leszek elhanyagolva, és tényleg köszönöm szépen, hogy ennyien
követtek. Nem tudom mikor, de hamarosan értesülni fogtok arról, hogy pontosan mi az, amit én szeretnék csinálni. Szóval, hogyha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, akár fel is iratkozhattok. Facebook, Instagram, Unfield Shop, minden itt van a leírásban. Úgyhogy ennyi. Meg egy bambi. Na, pisztácia, szevasztok!